Klausmann Viktor itt vagy velünk a vonalban? Jó reggelt! Nem csak a vonalban, képben is? Halló, halló, jó reggelt! Én tökéletesen hallok. Na, most már mi is hallunk téged, és így látjuk is félig meddig a képet. Hát szép időnk van. Látjuk, hogy mi van mögötted. Köszöntelek benneteket. Látjuk, hogy mi van mögötted. És nem borzasztó, és gyönyörű. Hát de biztos áprilisban is gyönyörű. Hát kérlek szépen, hétfőn még a kislányommal itt bringáztam néhány száz méterrel melegítőben. Nem gondoltam volna, hogy most itt, mint a TV2 extrém helyzetek tudósítója, 16 centis friss hóban áldogálva foglak benneteket reggel köszönteni, hogy szevasztok, fiatalok, gyönyörű hó van, és szervezzük a pénteki síversenyt Kékestetőre, de félet tréfát, itt még lesz kb. 15 centi, aztán holnap esik olyan 5-8 centi, jön egy kis fagyrá, és hibátlan téli hangulat vár a hétvégén mindenkit a Mátrában. Akkor lehet jönni síelni. Tulajdonképpen akkor egy ilyen sí nagyhatalom is leszünk, ugye? Mert nálunk április végéig hóbiztos helyek vannak, a Mátrában például. Kérlek szépen, azt kell, hogy mondjam, hogy november 13-án ilyen szakadó hóban kezdtünk, és most pedig ilyen szakadó hóban fejezzük valószínűleg be a szezont, de lehet, hogy még május 1-én a Nagyrétől bejelentkezem nektek félméteres vagy derékigérő hóban, ezt nem tudhatjuk. Viktor, mi ezt nem szeretnénk, de hát oké, jó. Hát ha volt már erre példa egyébként, hogy áprilisban szokott ott nálatok ekkora hó lenni? Május 1-én, 2-án volt hó, 1987-ben vagy 88-ban ezt az emlékezet megtartotta. Egyébként szokott havazni május első hetében, mondjuk minden harmadik, negyedik évben, ez nem olyan ritka. De ilyen mennyiségű hó, ami így megmarad, és láthatólag 2-3 napig, ilyet még nem tapasztaltunk, még akkor sem volt ekkora, tehát 30 évvel ezelőtt sem. Az volt az esztendő, ami szintén ugyanilyen hideg telet adott Magyarországnak, akkor harckocsik flangáltak a Bakonyban, meg Magyarország több helyén, na akkor volt ehhez hasonló havazás. De a csendben megjegyezhetem, a hétvégén nekünk Kékestetőn lesz két nagy rendezvényünk. Egy csúcsfutás, meg lesz egy nagy sport áruházlánc több ezres túrája. Most szeretnék kérni mindenkit, hogy úgy készüljön szombaton, hogy 900 méter fölött, körülbelül 10-15-20 centi, akár friss hó, de jeges hó várja a túrázókat. Nagyon fontos, téli felszerelés van. Azért ez egy furcsa látvány, nem? Hogy a fák már így lombosak és zöldelnek, és közben most meg hóborít mindent. Azért ez egy kicsit ilyen tudathasadásos állapot. Nagyon durva, fájdalmas, és attól félek, hogy kicsit katasztrófa közeli helyzet alakul ki ma estére. Ugyanis nagyon sok lombos fán a lomblevél, tehát a levélre esett rá a vizes hó, azon tapadt meg, és ez sokkal nagyobb mennyiség, mintha egy téli szezonban a lomb nélküli fa galjaira esne a hó, tehát várhatóan nem sokára elkezdenek lerecsenni ezek a fák, dőlnek, egyre több utat kell majd lezárni, vagy legalábbis folyamatosan dolgozni rajta itt a Mátrában. Hát reméljük nem lesz nagy baj, és meg tudjátok tartani ezeket a hétvégi túrákat és kirándulásokat is. Ha meg nem, akkor lehet síelni. Kitartás ott a Kékesen. Köszönjük szépen.